világnapja alkalmából rendkívüli énekórán gyűltek össze a Tildy Zoltán általános iskola tanulói. Idén 34. alkalommal tartják az Önem világnapját, ezt Yehudi Menuhin és az UNESCO tanácsára hozták részt ezt az ünnepet, és úgy gondoltuk, hogy a általános iskolában ezt egy ilyen rendkívüli énekórával ünnepeljük meg mi is. A 45 perces óra során több hangszert megszólaltattak, valamint jutalomért cserébe zenei kérdésekre válaszolhattak a rendkívüli énekórán résztvevő gyerekek. A művészeti iskolásokból válogattuk össze a gyerekeket hangszer szerint, énektudás szerint, és próbáltunk minél színesebben, minél több hangszert megmutatni, minél több stílust megmutatni ebben a 45 percben. Az óra lehetőséget adott arra, hogy azok a gyerekek is bepillantást nyerjenek a zene világába, akik nem tagjai a művészeti iskolának. Művészeti iskolán belül speciálisan ezt a területet fejlesztjük, és ezért is gondoltuk azt, hogy a általános iskolában azoknak a gyerekeknek, akiknek erre nincs lehetőségük, ők is kicsit közelebb kerüljenek, és ezt a nagyon szép művészeti ágat megismerjék. A zenetanulás igen nagy népszerűségnek örvend Szeghalmon, a művészeti iskolában tanulók száma is jó bizonyíték erre. Színvonalas műsorral szórakoztatták a nagy létszámban megjelent tanulókat. Énekkel, zongorával, fuvolával szólaltatták meg az ismert dallamokat. A művészeti iskola tanulói a december hónapban sorra kerülő karácsonyi műsorra készülnek, ahol zeneiskolások, táncosok és a képzőművészeti tagozat tagjai is bemutatkoznak.